Lassan minden tekintetben a végére ér a fejlesztési ciklus. Milyen eredményekkel zárul ez a 7 éves időszak térségünk vonatkozásában? A Nagykunság és a Tiszató milyen mérleggel zár? Erről kérdezzük Kubai Imrét, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Jász-Nagykun-Szolnok megye nagykunsági és tiszatavi térségébe összesen 84,470 milliárd forint támogatás érkezett a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban. Az elmúlt 7 éves fejlesztési ciklus rendkívül sok fejlesztést hozott Jász-Nagykun-Szolnok megyébe és Nagykunsárba is. A mintegy 90 milliárd forintnyi fejlesztés részben a területi és települési operatív program révén érkezett, másrészt a GINOP, harmadrészt pedig a vidékfejlesztési program forrásaiból, és amit az elmúlt 3 évben, 2019, 2020 és 2021-ben el tudunk mondani, a Magyar Falu program, ami szintén egy nagyon fontos fejlesztési program nemzeti forrásból, így is a megye egyik húzót területe lett a Nagykunság, 1 milliárd forintnyi fejlesztési forrással gazdagodtak azok a civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, akik nagyon komoly közszolgáltatásokat és komoly közösségi életet éltetnek a településeiken, és ezekkel a forrásokkal kiegészülve érjük el azt a közel 90 milliárd forintot. Az is fontos, hogy nem csak a településeink szépítésére vagy az épületeink energetikai korszerűsítésére tudtunk költeni, hanem a gazdaság élénkítésére is és a munkahelyek megóvására is, ami a pandémia bekövetkeztét követően különösen felértékelődött, és azt tudjuk mondani, hogy a megye gazdasági teljesítménye ennek köszönhetően sem esett vissza. Ebben a Nagykunság is oszlopos szerepet vitt véghez az elmúlt időszakban. Sikerült a munkahelyeket olyan szinten megóvni, és a jövedelmeket olyan szinten stabilizálni, hogy a pandémiából egy nagyon jelentős gazdasági erővel tudtunk elindulni kifelé, és annak is köszönhető, hogy a lakosság oltakozási hajlandósága az elérte a megyei átlagot, és ebben a tekintetben jól állunk, hiszen az oltás az egyetlen olyan megoldás, ami révén a gazdaságunkat és az életünket vissza tudtuk kapni. És hát azt hiszem többször beszéltünk már arról, hogy a Nagykunság és a Tiszató is hogyan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a fejlesztések egymást fogják generálni majd itt is. Így van, Karcag a Tiszató térségébe tartozik, és ebben a tekintetben a Tiszató térségében egy jelentős gazdasági bázist is képvisel. A megye keleti részén, közvetlen Hajdú-Bihar megyével határos területen nekünk azzal is számolnunk kell, nem csak a turizmus élénkülésére, hanem a BMW gyár betelepülésével, a műszaki és gépészeti és informatikai vállalkozások megerősödését is magával fogja hozni a következő 5-10 esztendő. És a Tiszató térségében ezen a 2x2 nyomú autóút megközelítési lehetőséggel olyan befektetők is megérkezhetnek, akiknek így a Tiszató sokkal közelebbre, sokkal kézzelfoghatóbb távolságra kerül. Tiszafüred, a Tiszató fővárosa Karcaggal hagyományosan jó kapcsolatot ápol, és az elmúlt fejlesztési időszakban felértékelődött, szintúgy, mint a megyével való összeköttetés lehetősége a 34-es számú főút felújításával. Oda a 34-es mellé és a fegyvernek, Abátszalók, Tiszafüred összekötő út felújítására is nagyon komoly fejlesztési forrásokat szán a kormányzat, hiszen felismerte, hogy a Tiszató további fejlődése érdekében nem csak a helyeknek az életminőségét, hanem az oda megérkező turistáknak a kényelmét is szolgálják a jobb utak, és ez szerte az országban mindenhol egy komoly út és kerékpárút építési hullámot indított el. Ennek egyik nyertese lesz a Tiszató, a Tiszafüred-Hortobágy-Debrecen kerékpárút összeköttetéssel, valamint a Tiszafüred-Fegyvernek kerékpárút összeköttetéssel, amihez Karcag a Berekfürdő felé tartó kerékpárúttal csatlakozik, és nagyon bízunk abban, hogy hamarosan megérkeznek a Magyar Falu programból és a TOP maradványaiból azok a források, amivel a Madaras-Tiszadás közötti útvonalat és a Tiszadás-Abátszalók közöttit is fel tudjuk újítani, és a megújítás követően ott is magasabb fokozatra tud kapcsolni a turizmus és a gazdaság érénkülése. A turizmust idén ebben a járványügyi helyzetben hogyan lehetett felélénkíteni, hiszen beszéltünk már a Tiszatóról, de hogyan látja itt a Nagykun településeket, a Berekfürdőt, Karcagot és a Kisújszállást, hiszen ott azért a fürdők jelentősen működnek, itt hogyan sikerült a turistákat ide vonzani? Éppen tegnap kaptam készhez azt a friss kimutatást, ami a 2020 és 2021 évi turisztikai adatokat hasonlítja össze a 2019-es bázisével.
2020-ban óriási sebet kapott a turizmus és a vendéglátás. Ez a két ágazat lehetne a jövőben az aktív és ökoturisztikai vonzerő, ami a gasztroturizmussal kiegészülve, akár az ön által is említett kis újszállásnak, Karcannak, Berekfürdőnek és a Tiszatónak további lendületet tud adni. 2019-hez képest 2020-ban nagyjából 30%, tehát közel egy harmada elveszett az idegenforgalomnak, és a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma alig haladta meg a 1,5%-ot. Ez szerencsére az idén már egy jobb képet mutat, és 2021 el fogja érni a 2019-es bázisévet, és nagyon bízunk abban, hogy egy kicsit hosszabbra nyújtott utószezonnak köszönhetően meg is tudja azt haladni. Tehát ahogy a 2020-as 30%-os visszaesés 2019-hez képest egy nagyon komoly válságot hozott magával, azért a 2020-as aktív és ökoturisztikai kampányunk sikerének tulajdonítható talán, hogy csak 30% veszett el, és az is, hogy az év második felében a Tiszató megdöntött minden addigi turisztikai rekordot. Július hónaptól kezdődően gyakorlatilag felzárkózott a Tiszató a dobogóra, és az ország három legjelentősebb turisztikai desztinációja közé került. Ez az idejében tovább folytatódott, már most a vendégészakák számán látjuk, hogy augusztusra utolérte a 2018 évit és a 2020 évit, így a 2019-es bázis év az év végére nagy valószínűséggel teljesíthető lesz. Az is nagyon fontos, hogy a 2020-21-ben elindult kommunikációs kampányt a Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács egy nagyon komoly pénzügyminisztériumi forrással tudja tovább folytatni, és nem állunk meg annál, hogy a tó jelenlegi szolgáltatásait népszerűsítjük, hanem olyan jövőbeni fejlesztésekre is föl szoktuk hívni rendszeresen a figyelmet, ami akár Abátszalóknál, Tiszadersnél, vagy Tiszafülednél, és lehet a tó északi partjára is gondolni, Kiskörénél, Tiszanánánál, Sarudnál, Polosztónál, vagy Tiszabábornánál, Tiszadorogmánál is látható fejlesztéseket fog hozni. Látjuk, hogy megújultak körbe a tiszatavi strandok, elkezdtek megújulni a kikötők, olyan bázisok jönnek létre, akár a vitorlázásra, akár a nyaralóhajózásra, ami azt gondolom, hogy nem csak hiánypótló, hanem úttörő is a Kárpát-medencében, és elsőként itt a Tiszatónál telepszik meg a nyaralóhajózás. Az is egy fontos tény, hogy a rafting, az Abátszalóki raftingpálya megépülésével és a Tiszató körbekerékpározhatóságával ezek a sportosabb, az aktív életmódhoz jobban kötődő attrakciók lettek a legvonzóbbak. A Porosztó-Tiszafület közötti kerékpárút lett az év kerékpárútja, ami azt jelenti, hogy nem csak számunkra nyilvánvaló, hogy milyen természeti értékekkel rendelkezünk, hanem most már az ide látogató vendégek is elismerik, hogy ennél szebbet és ennél tartalmasabbat máshol az országban nem lehet találni.